Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Mai vendégem Pocsai Csilla, Békés Csaba első csomagolás és hulladékmentes boltjának tulajdonosa, akivel a környezettudatos életmód fontosságáról fogok beszélgetni. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Először kérem, meséljen a kezdetekről, mióta szereti Ön a környezetet, mióta figyel oda a környezettudatos életvitelre? Hát így külön venném ezt a két kérdést, hogy a környezet mióta érdekel, az születésem óta mindig is, nyilván mint gyerek először az állatokon keresztül volt meg ez a kötődésem, viszont hogy környezet tudatos életet éljek, ilyen szinteken az abszolút, amikor elkezdtem saját háztartást vezetni, és ugye megvettem az első adag vegyszereket, hogy ugye hogyan tartsam tisztán az otthonomat, és gyűlt a szemét, és valamiért engem ez elkezdett zavarni, nem tudom pontosan megmondani, hogy miért. Utána ugye a párommal, amikor mi ugye egy háztartásba kerültünk, akkor az ő egészségi problémái miatt először a étkezésünk tisztult meg, úgymond, és utána pedig ez szépen terjedt tovább a háztartás többi részére. Onnastól kezdve megfogalmazódott, hogy babát szeretnénk, akkor meg fokozódott, és akkor így gyakorlatilag már egy 4 éve azt mondhatom, hogy ott már viszont abszolút magam, mint a hulladékmentesség fogalma elém került, és mint egy törekvés belekerült az életünkben. Így mennyi szemetet termelnek a családjában, mondjuk egy hét vagy egy hónap alatt? Ezt most nagyon meg tudom mondani, mert pont költözésben vagyunk, eddig már, tehát mostanra én ezt már nem is figyeltem, csak azt, hogy minél kevesebb legyen, hogy pontosan mennyi, azt nem tudtam volna megmondani. Viszont most költöztünk, és momentán nincs konyhám, nincs semmim, tehát picit talán több is így a szemét, mert nem tudom úgy megoldani a dolgainkat, mint ahogy szeretném. Viszont december 29-én költöztünk, és most gyűlt össze egy ilyen kisebb zsák kukorica, mint egy kisebb szemetes. Annyi kommunálisunk, de úgy, hogy bizony nagyon sok mindent nem tudok úgy megoldani, ahogy eddig a háztartásomba szerettem, vagy szeretném. Ez akkor viszont időben majd ki fog még alakulni, tehát vannak további tervek. Vissza tudunk állni, igen, amikor végre minden lesz újra a házba, akkor visszaállunk a régi kerékvágásba, és ez nagyon remélem, hogy főleg, hogy most már ugye van a bolt, mert ez természetesen nekem is könnyebbség, hogy vannak termékek, amiket nem tudtam eddig csomagolás nélkül megvenni, ahogy mások sem, és így végképp le fog csökkenni. Mikor és milyen céllal nyitott meg ez a bolt? Ugye tavaly, tehát 2019. november 9-én nyitottunk meg, és amit az előbb mondtam, onnan indult, hogy volt egy pont, ahol azt mondtam páromnak, hogy nem tudok már megoldani, és még mindig zavart, még mindig sok volt a szemét, és akkor mondta, hogy nyissál akkor te. Így ezt megkaptam. Kik támogatták ebben? Hú, hát a párom. És ezen kívül nyilván a családom is, de ők mindig támogatnak abban, ha kitalálok valamit, a maguk szkeptikus hozzáállásával azért engem, mint szemét támogattak, és azt vettem észre, hogy csináltam egy piackutatást, egy ilyen kisebb kérdőívet online, mert kíváncsi voltam, hogy Békés Csaba és környéke hogyan reagál erre, és abszolút a közösség is azt mondhatom, hogy inkább támogató volt, mint szkeptikus. És mik a legkeresettebb termékek? Az édességek. Az édességek. Ezt egyértelműen tudom mondani. Illetve még ami nekem például meglepő, hogy a takarító eszközök, tehát amik fából vannak, fenntartható, és ugye tartósabb takarító eszközök, vagy mosogató szivacs helyett luffa szivacs, ugye, ami egy komposztálható dolog, és ráadásul visszajelzések alapján, de saját tapasztalatomból is tudom, hogy sokkal tovább bírja, és sokkal higiénikusabb, mint egy műanyag szivacs. Említette az édességeket, tisztítószereket. Igen. Milyen egyéb jellegű termékek találhatóak még meg? Igyekszünk gyakorlatilag mindenre alternatívát nyújtani, mint egy átlag boltban meg lehet találni. Itt a tésztáktól kezdve a hüvelyeseken át, a rizsféléken keresztül a liszt, most már készételeink is vannak üvegben, visszaüvegben. Hú, hát ezen kívül ugye az édességek, mindenféle higiéniai termékek, kozmetikumok, nőknek, babáknak, férfiaknak, gyerekeknek, és tényleg minden háztartási eszközre is igyekszünk. Még nem teljes a paletta, és azt hiszem, hogy aki nyomon követ minket az online felületeken, az láthatja, hogy folyamatosan bővítjük, pont azért, mert nyilván az induláskor még nem egészen tudhattuk, hogy mire lesz igény, viszont most már egyre jobban belelátunk, és egyre több
Egyre több olyan cég is keres meg minket, akik mondjuk kézművesek, vagy kistermelők és helyiek, és mi mondjuk nem is hallottunk még róla, úgyhogy folyamatosan próbálgatjuk őket, és aki olyan, hogy tényleg az a minőség, amit mi átadni szeretnénk, ő felkerül a polcainkra. Kell készülniük a vásárlóknak, mielőtt a boltba mennek csomagoló eszközzel, vagy ki tudjátok szolgálni őket etéren is? Ki tudjuk, viszont azt javasoljuk, hogy készüljenek. Már eleve a hulladékmentességhez hozzátartozik egyfajta tudatosság, így a saját pénztárcájukat is megkímélik, nem csak nálunk, hanem bármilyen boltba. Ugye, hogyha úgy indulok el, hogy tudom, hogy mit akarok venni. Mert ha úgy indulok el, hogy nem tudom, mit akarok venni, akkor mindent megveszek, ami csak a szemem elé kerül, és mondjuk picit is megtetszik. Érdemes akár egy listát készíteni, és akkor kis üvegekkel, műanyagdobozokkal, vászontáskákkal készülni, de természetesen tudjuk, hogy sokan még nem jártasak ebbe, vagy nincsen egyáltalán mondjuk ilyen dolguk otthon. Erre a célra mi úgymond egy vászonszatyor kölcsönzőnk is van, tehát ahonnan oda-vissza járnak most már a vászonszatyrocskák, illetve vannak befőttes üvegeink és hasonlók, amiket ingyen el lehet vinni, megtöltheti, és akkor vész esetére az is ott van, de nem szeretnénk nájlonzacskót sem, és papírzacskót sem adni, tehát így igyekszünk alternatívát találni, de érdemes készülni. És nem drágább ezek a természettudatos, környezetbarát termékek a hagyományos társaiknál? Hát ha egymás mellé teszem őket a polcon, akkor mondhatjuk azt, hogy de, hogyha a forintokról beszélünk, ott abban a szent pillanatban, viszont hogyha hosszú távon nézem, mint például mondjuk ugye, akkor a konyharuha, egy konyharuha a piacon, vagy a kínaiba, vagy bárhol, nem is tudom már mennyi, 200 forint, nálunk 400 forint, és ez a konyharuha, a miénk, az kézzel készült, helyi, környezetbarát, természetes anyagokból van, sokkal jobban megfelel a céljának, ugyanis visszajelzések alapján, de nyilván itt is ugye saját tapasztalat alapján kerül egyáltalán fel a polcra, sokkal strapabíróbb, sokkal tovább bírja, így ebből adódóan az árát is jobban visszadolgozza. Ez csak egy példa. Mit jelent a hulladékmentes életmód, életvitel? Ezt pont a múlt héten volt egy nagyon jó beszélgetésem erről, hogy a hulladékmentesség végső soron, hogyha szó szerint vesszük, ugye nyersen lefordítjuk, akkor tényleg csak akkor lehetne kivitelezhető, hogyha kiköltözünk az erdő közepére és nomád életet élünk, tehát az a hulladékmentesség, és sokaknak ez is él a fejében. Én szeretném ettől egy picit eltéríteni az embereket, ugyanis a hulladékmentesség az egy törekvés. Egy törekvés arra, hogy mindenféle kifogások nélkül azért, de törekszem arra, hogy a lehető legkevesebb hulladékot termeljem teljes háztartási szinten, a munkahelyemen, tehát az életet, attól, hogy én nem viszem haza a szemetet, vagy kaptam a felmérésemből olyan választ, hogy mindent eléget, ami éghető, így aztán nem termel szemetet, na most ez nem így van, hanem az a lényeg, hogy én általam a lehető legkevesebb szemét keletkezzen bárhol. Akkor a mai társadalomban is élhető? Igen. Így van. Abszolút egy élhető dologról van szó, csak a saját hozzáállásunkon kell változtatni. Mit javasol azoknak, akik most szeretnének erre az útra lépni? Mik legyenek az első lépéseik? Tájékozódjanak, és apránként kezdjenek neki. Mert hogyha nagyon sok mindenen akarnak egyszerre változtatni, akkor könnyen lehet, hogy az nagyobb nehézség a hétköznapokba beültetni. Kezdjék olyan dologgal, amik nekik működik. És mindent, tehát arra kell magunkat átállítanunk, hogy mindent tegyünk meg, ami tőlünk telik. Na most itt nincs ilyen kifogás, hogy de nincs kedvem, vagy nem akarom, mert én úgy gondolom, hogy jelenlegi helyzetben, ahogy áll a világ, és végre ez köztudott, és nem csak ilyen mélyberkekben lehet erről tájékozódni, hanem abszolút média szinten most beszélnek róla végre, hogy igen, baj van, igen, tenni kell, és tegyük meg, mert ha mindenki a saját házatáján rendet tesz, és nem más irányokba prédikál, hogy neki mit kéne meg neki, akkor hatalmas változásokat lehet elérni. És mennyire nyitottak az emberek a változtatásra? Hát ez nagyon változó. Viszont én nekem teljesen pozitív a tapasztalatom a bolttal kapcsolatban, mert szerencsére azok is, akik mondjuk tényleg teljesen nem tudják, hogy mi ez, sőt, szkeptikusak, sőt, akár ellenzik, ő is bejön, és körbenéz, hogy mégis akkor hogy lehetne, hogyan készüljek, és azt látom, hogy akik így bejönnek körbenézni, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán megcsinálni, visszatérnek, és tényleg vásárlóink lesznek. Akkor inkább pozitív a tapasztalat, így az elmúlt két hónapra visszatekintve, mióta megnyitott a bolt? Igen, azt mondhatom, hogy nagyobb a nyitottság, mint gondoltam, viszont tény és való, tehát amit mondtam, hogy itt a tettek tudnak beszélni,
és ehhez még egy picit többet kell tájékozódnunk, kicsit többet kell hallani ezekről a dolgokról, hogy tényleg meg is mozduljon az ember, és azt az egy sarokkal többet sétáljon, vagy többet biciklizzen, vagy menjen el munka után, hogy itt vásároljon, és nem máshol, nájlon zacskóba is, mi egyebekbe. Igen, sokszor a kényelem dominál. Abszolút, talán. Igen, és ez viszont nem fogok kertelni, tehát a hulladékmentesség a legtöbb esetben nem kényelmesebb, sőt, tehát tesz, kell tenni egy plusz lépést. Most lehet, hogy itt kipukasztok egy lufit, de például ugye mi mosható pelenkát használunk. Ez mondhatjuk azt, hogy több melóval jár, gondolhatnánk, de valójában nekem is, pedig vállalkozást vezetek, kettőt a párommal ugye költöztünk, ugye boltot nyitottunk, nekem is újszülött volt a kisbabám, nem készen kaptam, de bele tudtam illeszteni az egyéb szokásaink mellé, és teljesen elmondhatom, hogy egyáltalán nem veszem észre, hogy ez most plusz meló lenne, mert apránként tettem, nem egyszerre 20 dologgal illesztettem be az életünkbe. Ennyin múlik. És ezek akkor egyfajta példamutatás is a környezete felé. Remélem. Igen, remélem. És ön szerint elég figyelmet kap a téma? Nem. Nem? Nem. Egy ilyen téma akkor kapna elég figyelmet, ha csak erről beszélnénk. Mert én úgy gondolom, hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint sajnos azt gondoljuk, és egy általános hozzáállás, nem csak ehhez, hanem a világhoz, ugye a homokba dugom a fejem hozzáállás. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Ez volt az aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!